Hello! Üdvözlöm mindenkit legújabb adásával az Anime and Japan Critics. Majdásomban ismételten egy eléggé érdekes, és mindazáltal az eléggé drámai történetet szeretnék foglalkozni. Ez a történetünk nem más lenne, mint a fake. A fake műfeltekintve az akció és a dráma kategóriájához tartozik. Maga a történetünk legelőször manga formájában jelent meg, méghozzá Sanami Mato révén aki 1994 és 2011 között összesen három széria formájában 15 kötetnyi mangát jelentetett meg. Ez követően azonban megjelent a mai fő témánk az anime is, mely végül 1996 áprilisában egy 58 perces ova formájában jelent meg Iku Suzuki rendező, valamint Akinori Endo forgatókönyvíró által. Történetünk két New Yorki rendőrrel, a rámenős Leitner D-vel és társával, McLean a avagy Rioval veszi kezdetét, akik fárasztó munkájuk után Angliába utaznak, hogy kikapcsolódjanak, és mind a mellett elmélyedjenek egymás társaságában. Ám az általuk választott csendes tóvízi üdülő, mely kezdetben a paradicsomnak tűnik, hamar maga a pokol lesz, mely számos gyilkosságot terít a szemük elé. Kezdetben a két fiatal rendőr még nem foglalkozik az ügyjel, ám egy titokzatos New Yorki kollégájuk Rose Barkley hatására maguk is bekapcsolódtak a nyomozásba, mely egész életük legnagyobb borzalmait és tragédiáját szüli meg a számukra. Összességében nekem furcsának hatott ez a történet, mely többszöriben is próbálta bevonni a humort a drámai képsorok mellé. Habár tetszett a hangvilága a sztorinak, de a képi világát saját korához képest is túl átlagosnak találtam. Hasonlóan a karakterekhez, illetve a az is, melyek több pontban is elmaradtak a kívánalmakhoz képest. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor a fake csupán csak egy 10 per 6-os sztori lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!